Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket szeretettel aktuális random műsorunkban, én Bertalan Ildikó vagyok, és hát ugye tapasztalhatták Önök is, hogy megindultak a nyílt napok, a bemutatkozási lehetőségek az iskolák számára, hogy megmutassák magukat a felvételizni kívánó, illetve tovább tanulni kívánó gyerekek részére, ugye a középiskolákról van szó elsősorban. És ezzel kapcsolatban hívtam mai vendégemet is, Veres Máriát, a Kossuth Lajos gimnázium igazgató nőjét, akit köszöntök nagy-nagy szeretettel. Jó estét kívánok! És hát ugye egy nyílt napon már túl is vagyunk, vannak Önök. Hát meséljenek kicsit a tapasztalatokról, hogy mi volt ott. Igen, október 16-án tartottuk az első nyílt napunkat. Úgy gondolom, hogy szép számú érdeklődő részvételével, aminek természetesen örültünk, és bemutattuk a képzési kínálatunkat, ami azt jelentette, hogy diákok, illetve az adott tagozatnak egy-egy pedagógusa, rendszerint munkaközösség vezetője, vagy a tagozaton már nagy tapasztalattal rendelkező pedagógusa, és jó magam mutattuk be a részleteket arról a 4 osztályról, amelyet a jövő tanévben indítani tudunk. Utána pedig még kis csoportokban volt lehetősége gyerekeknek és szülőknek az egyes képzési típusokról kérdezni. Akkor vágjunk bele a közepébe, nézzük, hogy mi az a 4 osztály, mire lehet jelentkezni Önöknél. Igen. 4, 5 és 6 évet lehet nálunk eltölteni. A 4 éves képzésünk azt jelenti, hogy 8. osztály után jelentkezhetnek a diákok. Ebben a formában 2 osztálytípusunk van, és a 2 osztályon belül 4 tanulócsoport. Az egyik osztályt alkotják azok a tanulók, akik az emelt természettudományos és a magyar-német 2 tanítási nyelvű tagozaton tanulnak, a másik csoport, vagy másik osztályba pedig azok a tanulók kerülnek, akik az emelt angolos tagozatra járnak, illetve a jövő tanévben fog indulni egy új osztálytípusunk, közoktatási típusú sportiskolai osztályt fogunk indítani, mint új képzési formát. 5 évig vannak azok a diákok nálunk, akik egy angol nyelvi előkészítő osztállyal indulnak, és utána emelt angolosként, vagy bármelyik tagozatot választva folytatják iskolánkban a tanulmányaikat, és van egy osztályunk, amely 6 osztályos képzésben vesz részt, ennek egyik fele emelt matematika tagozatos, a másik fele pedig emelt németes. Ó, hát van választék azért. Igen. Ez a sporttagozat szerintem mindenkit érdekel, mert valóban egy hiánypótló dolog lehet, de valahogy a gyakorlatban nem tudjuk elképzelni, hogy amikor ennyiféle szakosztály és ennyiféle sport van, akkor hogy fog kinézni egy sporttagozat? Igen, igen. Épp ezt a célt szolgálja, hogy az egyesületekben folyó munkát, illetve a gimnáziumi képzést összehangolja ez a sportiskolai osztály. Azért is fontos, hogy köznevelési típusú, mert ugyanazt tanulják a diákok ebben a csoportban is, tanulócsoportban is, mint amit a gimnáziumi tanulmányok alatt a tanulók, csak összeegyeztetjük az élt sportolói mindennapokkal. Ez azt jelenti, hogy úgy állítjuk össze az órarendet számukra, hogy már reggeli edzéseket is szervezhetnek számukra az egyesületek, illetve délutáni edzéseken részt tudnak venni. Emellett mi magunk is, tehát az iskola is fog tartani gyakorlati testnevelés órákat, és emellett még elméleti, sportelméleti képzésben is részesülnek. Akkor lehet, hogy nekik egész nap lesz iskola tulajdonképpen, hogy közbe-közbe el tudjanak menni edzésre? Nem vagy... közben, előtte és utána fognak edzeni. Tulajdonképpen 14 óra 5-re minden nap a közismereti tárgyak tanulását be fogják fejezni. És mikor kezdik? 8-kor ők is? Van, amikor 8-kor kezdenek, van, amikor 8:30-kor vagy 9:30-kor, hogy előtte már az edzéseket be tudják iktatni. Egyébként honnan jött az ötlet? Minden feltétel ideális hozzá, úgy gondoltuk, hiszen ott van az aréna, ahol testnevelés órákat tudunk tartani, ott van a sportpálya, az atlétika egyesület, vagy atlétikai klub is fejleszteni tervezi,
ezt a területet, és hát nagyon sok sportegyesület van, akik pedig kiváló sportolókat kénytelenek elengedni 8. osztály után Győrbe, ahol ilyen képzés már van. Maguktól gondolták ki akkor ezt az egészet, és tervezték ez már meg? Több éves, vagy több év óta dédelgetett álom, még Horváth Éva igazgatónő idejéből származik, és csiszoltunk rajta, pontosítottunk, és megkerestünk 4 sportegyesületet, akikkel együttműködési megállapodást kötöttünk. Ez természetesen a kézilabda egyesület, a futballklub, az atlétika klub és a vízisport egyesület, akiknek elsősorban az ő versenyzőiket várjuk ebbe a tanulócsoportba, de nem kizárólagos, hogy csak ők kerüljenek ide. És fel volt mérve az igény egyébként előtte? Természetesen az előző évben a felkészítés során mi megkerestük az egyesületeket, és azt mondtuk, hogy egy tanulócsoportot biztosan meg fogunk tudni tölteni. Inkább óvatosabbak leszünk, többre nem mertünk vállalkozni, de úgy gondoljuk, hogy ez biztos, hogy be fog telni. És van-e olyan elképzelés, hogy a későbbiekben ez is akár már alsóbb korosztályokban is elindul? Odáig még nem jutottunk. Először még szeretnénk elindítani, legyen tapasztalatunk benne, és lássuk azt, hogy hová tudunk eljutni 4 év alatt. Emlékszem, amikor én voltam még diákkorú, általános iskolás, akkor a matematika volt nagyon erős a gimnáziumban. És ez a folyamatosság, ez tényleg így van, ahogy én látom, hogy először a matek, aztán a nyelvek, vagy a nyelv már akkor is, abban a 90-es, meg 2000-es években. Már akkor is, igen, én azt gondolom, hogy a 90-es évek elején, akkor jött be az egyik első iskola volt, a Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium, amelyik a 2 tanítási nyelvű tagozatot bevezette. Én azt gondolom, hogy egy idő után az angol, ahogyan egyébként az egész országban az érdeklődés az angol nyelv felé eltolódott, itt késleltetve az osztrák határszélen természetesen, de most már egyértelműen azt gondolom, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy az legelőször és mindenek előtt a gyakorlati hasznossága okán az angol nyelvet kell tanulni. Tehát aztán jött az angol, és aztán, amikor elkészült az öveges laborunk, ez 2014-ben volt, onnantól kezdve pedig a természettudományok is, vagy természettudományos képzés is egyre nagyobb szerepet kap. Korábban is volt ilyen tagozat, vagy tagozatként az csak most működik? Ez a természettudományos képzés nem, ezzel tudod De bejönni. Úgy tudom, hogy attól függetlenül erősen és magas színvonalon tanították és tanulták is egyesek itt igen, a természettudományos. Igen, természetesen. Mindig voltak kiváló tanáraink egyébként ezen a területen, azt gondolom, mint ahogy a matematikát is említette, és ezt persze magával hozta azt, hogy a gyerekeket magukkal tudták ragadni. Egyből volt érdeklődés is rá akkor, hogy külön erre a tagozatra? Azért ehhez nagyon sokat hozzátett, én azt gondolom, ez a bizonyos öveges labor. Ugye ez azt jelenti, még mint a mai napig, pályázati keretekben indult, és azt jelenti, hogy 11 általános iskola a városból és a város környékéről minden évben 2-szer ellátogat hozzánk. Tehát egyúttal meg is ismerik az iskolát, és én azt gondolom, hogy ez a tevékenykedésre építő, kísérletező a tanulási módszer, ez nagyon leköti a mai fiatalságot, tehát ez sokat segített abban, hogy a természettudományok népszerűvé váljanak. Ráadásul van egy olyan tanár, én még mielőtt egyáltalán elkezdtük ezt a műsorkészítést, már hallottam róla, hogy ő annyira népszerű, hogy diákok javasolták őt valamiféle díjra, nem is tudom pontosan, hogy milyen díjat kapott. Igen, hát
ha Baher József tanár úrról beszélünk, akkor ő már több elismerésben is részesült. És a gyerekek is szeretik. És a gyerekek is körében is népszerű. Igen. Jó, hát akkor beszéljünk még egy kicsit a nyílt napról, hogy volt egy, de lesz még. Miben fog ez különbözni az előzőtől? Igen, november 14-én lesz a második nyílt napunk. Ez abban különbözik, hogy itt bekukucskálhatnak, nem a kulcsjukon a terembe, hanem a mindennapi történésekbe láthatnak bele az érdeklődő diákok és szülők, ugyanis óralátogatásokra adunk lehetőséget. Természetesen előzetes tájékoztató lesz, 10 órától indul a programunk, egy csütörtöki napról van szó, és a tájékoztató után 2 tanítási órát nézhetnek meg a honlapunkon, a www.kossuthmovar.hu honlapon pedig egy regisztrációs felület is van, és ott megnézhetik azt, hogy milyen órákat látogathatnak, és akár ki is választhatják már otthon a diákok, hogy mit szeretnének megnézni. Ez lesz a második nyílt nap, és aztán még van január 15-én egy lehetőség, amikor pedig azoknak, akik nem tudták eldönteni, hogy mit is szeretnének, egyéni tanácsadásra adunk lehetőséget. De természetesen bárkinek kérdése van, bármelyik tagozattal kapcsolatosan, felvételi követelményekkel, milyen tanulmányi átlaggal érdemes jelentkezni, mit is jelent, hogy mi a kimeneti követelmény, ugye most ebben is a továbbtanulás feltétele, ebben is nagyon sok változás van. Bármilyen kérdésük van, nyugodtan megkereshetnek bennünket, akár telefonon, akár személyesen fogadó óra idején. Még mielőtt elköszönnénk, beszéljünk arról egy kicsit, hogy könnyebb lett a nyelvvizsgát letenni. Tehát most nem kell mondjuk utazgatni, kicsit beszélgessünk erről, hogy miben változott, mert itt is vannak újdonságok. Igen. Nos, a nyelvvizsgát úgymond letenni továbbra is ugyanolyan nehéz, mert hogy ugyanannyit kell tanulni, mint eddig is kellett tanulni, de talán annyi, hogy nagyobb lett a diákok számára az átláthatóság. Mi erre igyekeztünk nagyobb hangsúlyt fektetni. Egyrészt azzal, hogy megismertünk egy nyelvvizsga központot, nem tudom, szabad-e mondani a nevét, úgy hívják, hogy EuroXM vizsga központ, aki ajánlatot tett számunkra, hogy ő megmutatná, tartana vizsgafelkészülés számunkra, és próbanyelvvizsgát bonyolítana le nálunk. És annyira jól sikerült az előző évben, hogy azt mondtuk, hogy mi ezt szeretnénk folytatni, és szeretnénk a vizsgaközpont partnerintézményévé válni, rendszeres, közös felkészülésekkel és próbavizsgákkal, ami azt jelenti, hogy a diákok személyre szabott visszajelzést kapnak a vizsga után mind a szóbeli, mind az írásbeli teljesítményükről, és így aztán pontosan tudják, hogy hol tartanak, tehát lehet időzíteni az élesben leteendő vizsgát, és azt tudom mondani, most már idén is volt egy ilyen próbavizsgai időszakunk, és nagyon fontos tapasztalatokhoz jutnak a diákok. No és arra is van ígéretünk, hogy ha már ennyien próbálkoznak nálunk, akkor egy városi nyelviskolában lehetősége is lesz a diákoknak a nyelvvizsgát letenni a közeljövőben, tehát nem kell távolabbra utazni azért, hogy vizsgázhassanak. Na, hát kedves nézőink, remélem felkeltettük az érdeklődésüket, és még szerintem a feléről se beszéltünk annak, amiről még lehetne, nekem is vannak gondolatok, de ugye az idő véges. Én köszönöm szépen, hogy ezeket mind elmondta nekünk. Hát sok tehetséges, kiváló diákot kívánok önöknek, minél több felvételizőt, remélem sokan be is jutnak. Köszönöm még egyszer. Kedves nézőink, önöket meg bíztatom arra, hogyha van annyi idős gyerekük, akiket ez érinthet, vagy akit ez érinthet, akkor azért nézzék meg, van rá lehetőség is, mint ahogy az igazgatónő mondta, akár utólag is egy-egy beszélgetést meg lehet ejteni. Köszönöm a részvételüket, köszönöm, hogy itt voltak velünk, legközelebb egy hét múlva találkozunk, minden jót, viszontlátásra!